Csásrácok, üdv a csatornán! Szavasz Bence, Mizu is! Sziasztok! Hát, a helyzet változatlan. Igen, nem reménytelen semmi. Hát egy kicsit szellős a motortelednek el, úgy látom. A zonakrozon. Hát, ugye azért, mert elő kell melegíteni a motort, és így jobban fellőzik meg, mit én tudom, tudod? Okay. Nem jó a hűtése. Hát látom, látom. V8-as kilátszik. Ugye ebben egyébként benzines V8-as van, azt hiszem a crossba. Ráadásul. Nem kis pályáztak, tehát nem gázolajos. Igen, 330 ló van benne most, per pillanat. Aha. Az jó. Oké. Akkor figyeljetek, a mai stájsz az lesz, hogy elvegyünk. Van itt egy Aquatic nevezetű, egy Off the Cliff és egy Last in the Rocks mentési művelet, hát azokat próbáljuk megcsinálni, látjátok, hogy föltankoltunk. Van nálunk küzemanyag, meg javítópont, meg minden, és ezekkel a gépekkel vegyük itt crosszal és egy MTZ-vel, vagy jobban mondva belorusszal. Na, ki megy előre? Ki a gyorsabb? Legó! Ja, hogy a kapun kell kivenni. Ennyi csak. Jó, ez. Oké, okay, ilyen. Nem van letörő, mert műanyag sárvédők vannak ezen a kotlán már. Várjál. És nem tetted fel a gumi sárvédőt hátra? Mi volt? Volt. Várj, hadd jelöljek magamnak egy udvonalat. Figyelj. Most már értem, miért military ez a cross. Na miért military? Belül van egy mi az? Sima lemez, benne 3 óra, 4 ilyen bajuszkapcsoló, vagy nem bajuszkapcsoló, az a billenőkapcsoló, és ennyi. Jaha. Nem mondjuk, ergonómiára nem mentek rá. Hát nem. Billenthető ablakok előr. De figyelj, most megyek előre, nagyon, nagyon precízed, jó? Nem, bakker, nem jelölök utat magamnak. Ó, ne is, figyelj, most rajt vagyok az ügyön. Én csak annyit javasolnék, hogy az Off the Cliff legyen a utolsó. Oké, rendben. Úgy terveztem pont. Mert az meredek, nagyon. Azt a betyár, hallod? Várjál, ennek a izének nem lehet itt kapcsolni, csak lóba, vi? Igen. Azt a... Jó, oké, meg vagyunk. De nyugodj meg, nekem is csak lóba lehet kapcsolni, szóval. Oké. Egész jó az MTZ. Hogy. Elmaradhatatlan duda teszt. Duda? Ennek milyen dudája van? Annak jó. Ja nem? Nem, ennek ilyen idő. Lehet, hogy izé... Nem lehet, hogy a... Neked van egy ilyen saját dudád, azt nyomkodod? Mert mindig ilyen OP dudáid vannak nekem, meg akár hogy beülök, mindig ilyen gagyi. I arra? Hogy de? De nehogy már a könnyebb úton menjünk. Ja, nehogy már, hát tényleg. Ú, basszus, ez ennyit eszik ez a izék, az. Igen? 15 liter. Hát figyelj, nekem 160 literből most már csak 122 van, azt most indultunk, úgyhogy ezt nem is nagyon értem, de jól van. Hát jól, ugye álltunk egy kicsit, pöfögtettünk el, de... Jaj, hát én nem. Én sokallom azt az 50 litert, amit elpöfögtem eddig. Tudsz jönni? Várj, megvárlak. Persze, menjél, mert beindulok, aztán nem állok meg. Oké. Okay. És felkészülünk minden rész előtt, megfelelő gépekkel és megfelelő eszközökkel, hogy ne akkor kelljen válogatni. Így egy kicsit számunkra is élvezetesebb, meg számotokra, meg főleg. Igen, mert például most is kijött, hogy egy csodálatos traktorral nem lehet pótkocsit húzni. Csak a saját pótkocsiait. És ezt a 2 darabot, ezt nem tudta volna elhúzni. T-150K, pedig ez tök jól néz ki, meg minden. De hát majd valamit okozunk vele. Egyébként ez aranyos, jó ez az MTZ. Ezt még én nem próbáltam. Akkor még a belső nézetét sem láttad. Nem. Még abszolút nem is próbáltam ezt. Pedig annak nagyon jó a belső nézete. Aha, jó tiszták az üvegek. Azt a bejtel halad, a csávó az
Vergődik benne rendesen. Mondtam, hogy abban pattog a paraszt rendesen. Meg ömlik a füst minden. Király. Egyébként belső nézetben megvan egy ilyen feelingje az egésznek. Igen. De még tudtam volna még egy fordkocsit húzni. Csörlővel. Most jut eszembe. Egy hármas ilyen szerelvényel jöttél volna. Minek? Így is van rajtam 2000 javítási pont. Hát szükségeltetik majd. Nálad is van egy 1000-es. Igen. Meg üzemanyag doszta. Ha mindig nagyon pontosan meg kell tervezni, hogy mit csinálunk. Nem tudom, hogy sikerült behorpasztolva a tetőt, már bocs. Tetőt? Ez komoly. Igen, a tetőt. Tetőt itt előbb behorpasztottam valahogy. Jó azokra az? Élhető? Élhetőbb, mint a Tátra. Hú, pedig az ötig volt. Az jó volt. Most szerintem csak azért szenved, mert ezek a javítós pótok, se a könnyű pótok közé tartoznak. Hát nézd meg, mennyivel föntebb van a felépítményemnek a teteje, mint maga a fülke. Igen, látom, aha. De meg jó magas egyébként az a monotroz. Annak azt hiszem, hogy fából van a bódéja. Egyébként, csak rá van húzva egy lemez. Néztem még régebben róla valami bemutatót. Fából készítették. Abból kellett dolgozni, ami volt. Igen, igen. Rákalapálták a lemezt, aztán jó világ van. Ez ugye nagy Szovjetunióban voltak ilyen megoldások. Igen. Látszatra jó, amúgy meg nem annyi. Azt a... Igen, szinkron. Volt valami érdekesség? Elkezdett menni az egyik előső kereket fölfele. Hú, hallod, itt meg vannak gödrök. Szólok. Itt már, hogyha szétvágtuk ezelőtt, akkor ezek megmaradnak, ezek a csapásaink? Vajon? Igen. Igen, hát minden egyes map indításkor eseteli a mapot, de amúgy aha, most addig izé. De amúgy nem erre jöttünk előző körbe, szóval ja. Itt alapból ilyen rossz. Akkor fasza, én itt kerülök egy kicsit, mert van baj. Viszont lehet, hogy egy... teszek neki egy diffuzára. Itt ezt úgy nézünk ki különben, mint a cirkuszosok. Ilyen... nálat, vagy bucsusok, vagy nem is tudom. Na várj! Ja. Nézek egy... ha itt van valahol szembe a jármű, a básból. Amit ki kéne kapnunk. Ezt nem tudom, hogy melyikünk vállalkozik rá. Lehet, hogy itt kéne hagyni a pótokat, nem? Vagy valamit kellene okozni. Hát biztos, hogy nem póttal kéne bemenni. Igen. És akkor utána... menjünk a fűrésztelep fele. Menjünk balra vagy, jó? Ott van benne az a kék. Aha, bemenjek? Megpróbáljam? Jössz velem? Behetek? Valakinek el kell kapni. Valakinek ki kell húzni engem majd esetleg. Én egy ilyen lóba vegyek most. Ibazze, citrod ki a fákat. Rá van írva egy szöveg a oldalára. El tudom olvasni. Ez van ráírva, hogy ez jobb, mint a piros Tátra. Hopp, igen. Ez mi van, hallod? Hát ezt figyelj, ez valami. El kell fogadni, úgyhogy el kell menni oda. Hú, ez az MTZ, ez lóba, így diffizár összkerék, ez nagyon epic. Uh-huh. Hú, ez nagyon adja. Na, akkor ezt elfogadom. Meg be is trekkelem. Mondjuk, a hajzéni kell javítani kell, meg feltölteni üzemanyaggal. Ezt meg tudod te javítani? Meg. Meg is töltöm. Ja, még ja, ebben az is van? Hát... saját tankóval megtöltem, van annyi plusz nálam. Jaj, de jó. Akkor ez az akvatik, és ezt megnézem, hova kell vinni. Ezt csak meg kellett javítani. Ezt csak meg kellett javítani, ennyi? És kész is? Uh-huh. Aha. Wow! Megcsináltuk az első küldetést, és ilyenkor eltűnt ez.
Igen. Hát de cigány dolog ez. Oké, akkor mehetünk tovább. Osztom, ennyi vontatási pont van az elején. Nem is baj. Ki kell húzni téged? Igen. Új, vigyázz! Igen, mögéd megyek, aztán kihúzlak. Legyen, bár, biztos mögém? Nem előről kéne? Vagy hát, fene se tudja. Mindjárt. Jó lesz az. Hát, itt áthúzlak, hallod? Jó lesz, kapaszkodj! Ja, nem örök el. Vincs elé. Jó lesz ez, figyelj, az MTZ nagyon tudja dolgát. És itt teszek neki egy lót. A bifit. Hú, hallod, nehéz vagy. Mondtam, hogy nagy a súlyom, igen. Nehéz vagy? Hogy pattog? Hát ez nem adja. Na, mi lesz a terv? Megpróbálom az elejét megforgatni. Van, nagyon cool vagy. Úgy. Le ne szállj a gázról, hallod? Nem terveztem. Ez az MTZ ez sokkal jobb egyébként, érezhetően, mint a 82-es kiskabiros. De hát viszont ilyennek is kell lennie. 10 év különbség van köztük. Meg 50 ló előtt. Ja. Hát év az szerintem sok. 30-40 biztos, vagy 30 biztos van. Tankolok. Oké. Okay. Ja, ez én is, basszus. Jelölök egy útvonalat. Melyik legyen az első? Vagy utolsó? Mit mondtál? Off the cliff. Okay. Ugye elnézem, a másik is javítós, szóval lehet még a negyedik is bele fog félni. Ó, nagyon jól megy egyébként. Ne essen az eső. Nem esik az eső. Végig az úton. Ja. Na, a fűrésztelepkel. Teszek egy bifit, mert úgy látom, kéri. Hey! Na, eddig volt a lendület meg. De mondjuk, hát igen. Mondjuk, hogy valami fava, vagy mi volt? Igen. Ó, ez az MTV, ez nagyon jó. Ugye, belső nézőbe tett ilyen? Kockákat, meg ilyeneket fűkébe. Én nem tettem, miért? Kellett volna? Hát abból látszik, mennyire jó az út. Ja, mert hogy pattognak, hát itt látszik az emberkébe. Raktam ilyen meghosszabbítását, ilyen magas beszívót, légbeszívót. Úgy van gyors kötözővel összehettővel itt az elején, ahogy belső nézetből látom. Ilyen gumicsövek össze vannak így elejével, így rapozgatva. Jajajajaj. Valami történik. Üha. Ajjaj.
Jaj. Húzzalak? Elértél addig jóval. Mit kaptál el egyébként? Ja, fát, azt hittem az enyémet. Ja, hát ezek, amiket itt bontogatunk, az nem tesz jót nekünk, de így legalább meg lehet csinálni a küldetéseket. Ja. Amúgy teljesen érthető ezekről az... Érződik, hogyha elfogy a lendület, akkor ugye nem megy át. Nem úgy szépen azok. De viszont lehet rá rakni valami, gondolom, valami brutál off-road kereket, nem? Lehet, ja. Meg emelést is lehet tenni, de én azt hiszem nem tettem rá. Így is 51-es kerék van rajta. Én bemegyek. Igen, arra mész? Ugyanoda lyukadunk ki, csak itt lehetne olyan. Hát itt kevés a talaj. Egyébként. Fejfej mellett vagyunk. Hát ja. Bip-bip. Itt kemény volt egyébként, itt nem volt sár. Ajaj. Nem volt szándékos az oszlop bevezetés. Van fék. Annyira megy egyik lábba, hogy jobbik el a féket, mi? Mhm. Húha. Várjunk, igen. Tudod, akkor... itt voltak a sziklák. Ja. Sima liba, ezekkel a gépekkel. Megpróbáljuk azt az utat. Megyek előre. Kaposan neki. Te legyél az első, aki borul. Nem lesz itt borulás. Megyelsz. Az. Az ez csodálatos volt. Ó. Pótok nem igazán az úton mennek, de... Szerencsétlen. Csoda, nem rántanak be. Hát mondjuk te magasabb leszel, ott átkelni. Így is várom. Ezt meg akarom nézni, hogyha borulsz-e be, akkor lássam. Ajaj. What? Bírja az. Várjál, még elhúzhat a pót. Egyszerű, várjál, megnézzük. Egyébként itt van alattunk, ugye? De tovább kell menni még a kereszteződésig. Ezek a sziklák... Szépen low minuszba megyek. Ezek a sziklák, ezek rosszabbak, mint a... Ja, hát azok szörnyűek. Mint a sár. Azok nagyon borzaszt... A legnagyobb kihívás a játékban, a szikra. Na figyelj, egyébként... Aha, akkor menjünk a rokkoshoz. Oké. Okay. Rokkos az nincs olyan veszélyes helyet. Uha, várjál, most kapcsolok. Igen. Hogyha van az a szabály, hogy nem jöttünk be járműbe, az vissza kell vinni a garázsba. Hát akkor hajrá. Miért, az vissza kell vinni a rokkosat? Hát nem, de azt megkapod, mint használható jármű. Hát akkor izé, akkor azt vissza kell vinni mindenképpen. Aha, mert ugye a garázsnál nyilván bele kell ülni, hogy bemenjen az ember vele. Igen, igen. Na, akkor fölveszem, jó? Nem. Oké, igen, hol van? Ja nem, ezt el kell vinni.
Bocsánat. Ezt le kell vinni valahova. Azt ott kapod meg. Jó, ezért. Már rájöttem. Aha, javító áraváson. De meg kéne nézni ezt az off the cliff-et, mert az itt vagyunk pont. Hogy azzal mit kell, azt fel kéne venni, az itt van mögöttünk. Szerintem lehet azt kell megjavítani csak. Akkor izé. Hú, hogy fordulunk meg, bre? Kimegyek arra át a hidon. Na majd én át... Hú, basszus, itt ekkora... Jó, mennyi. Azt ott meg tudok fordulni, vagy ott meg tudunk, csak azért. Igen, én meg akkor elmegyek, a felveszem azt a küldét, amit mondtam. Oké, okay. Menjek le a cliffeshez? Egy közelítsd meg a terepet, mutasd meg a nézők. Oké. Okay. Mire számíthatnak? Hogy az anyámba fordulok itt meg, more? Aztod egyszer. Jó, elmegyünk arra egyébbe. Azt a betyár, hallod? Itt azért ez a megfordulás az nem volt egyszerű. Két darab fordkocsival. Nem is jöttem. Hát nem is jöttem össze. Ezzel beszívtunk, hogy ide bejöttünk. Hát én is megszavadtam magam. Hallott? Nem érzem magam komfortosnak, hogy elhagytuk egymást, mert így sokkal veszélyesebb a dolog. Ugye? Hát megértelek úgy, én meg nagyjából meg tudom oldani a helyzeteket már. Azt hittem egy visszaugratással, hallod? Ugye a tapasztalat, de... Ugye ezek számomra is új gépek, tehát nem tudom mikor borul. meg kell tapasztalni, mikor borul föl. Első borulás után már bátrabb az ember. Ja, na is mondni van itt. Ez a megfordulás nekem feladta a leckét nagyon durván. Jézus Mária! Végre. Jó, én az egyik portkocsit itt hagytam. Most akkor megyünk. Megyünk felfelezni ezt a... De az nagyon meredek helyen van, te. Hát... Igen. Az vágod? Ez egy ilyen halál. Én tudom. Ez benne a vízbe. Szinte. Na hát, hol van az a küldi már? Meglesen merre vagy. Ja, hogy itt? Aha, ja, ott veszel fel egy küldetés. Basszus, ez nem az a küldi. Júj. Igen, ezt már megcsináltuk. Igen? Tudom, melyik küldi volt. A kisugazós. Ja, aha. De jó van. Nem, ennek más a neve. Egyébként ide tudod, hogy tudnánk lemenni? Hogy leengedsz valahogy.
biztonságos. Igen, ott az tolatva kell mindenképpen. Aztán izé, azt csináljuk, hogy itt röviden megfogsz, vagy valami ilyesmi. Hát igen, úgy lesz jó a súly. Édes Isten, ide kell levednem. Na, mondjuk le tudok. De te vitted a pótot magaddal? Egyik pótot, de leakasztottad itt fönt. Lejöttem, már itt van. Ez mi az, egy niva? Igen, az is egy niva. Szerintem föl tudom ekecselni innen. Ugye fölvesszük. És talán trekking. Ne! Meg kell javítani. És, de attól még ki tudom ide vakarni. Ugye? Akkor jó, akkor megpróbálom fölhúzni. Jó. Ez a valót a pótot, he? Ne! Megfogtam. Innen ezt nem annyira baráti kiszedni. Meg egy, nem tudja, kicsit magas. Engedd el. Megpróbálod? Hát hátra fel tudom vizélni. Húzingálni. Azon a izért? Jó. Van a lighton. Meg lehet, hogy engem is majd meg kell fognod. Mert én biztos, hogy felborulok, hogyha megindulok. Oksa. Tuti. Felhozom az útra. Oké, azt majd gyere vissza, mert itt ez nagyon light. Tudni, hogy jön a kövem, megindulnék, akkor felborulnék. Hopszika. Az úgy gyári? Igen, ez gyárira borult. Mindjárt megpróbálok fölvenni. Na most akkor azért jó lenne, hogy fölvennék. Hogy van a úton, nem csörlőd? Hát van, de... Várjál. Mögöttem van a pózna. Megpróbálok fölvenni. Nyugalom. Mindjárt rakok egy izét, egy retteretest, mindent is. Ha nem megy, kerülj inkább. Nem géparebb bírja? Pont nem érem el, basszus. És azt? Azt se. De azt igen. Jöttem! Igaz, hogy ilyen sebességgel. Van valami terv? Igen, felállítalak, nyugalom. Csak annyit engedj meg, hogy hadd pörgessük az időbe, mert igen, mert természetesen irritál, hogy éjszaka van, hogy nem esik az eső. Jaj, nyugalom. Na, majd, most már majdnem sikerült. Orkocs, nem baj, fölborult, azt hamar vissza lehet izélni. Oké. Okay. Ne, ott a pózna, most másik irányba. Ez ilyen izékben szokott lenni ilyen videókba. Jó, hát ez most... Az a lényeg, hogy mind a két oldala ugyanannyira koszos. Ezt ki van egyensúlyozva. Ez direkt volt így. Oké, okay. Jó. Oké, okay, az nem... Úgy. Jó. Megvan a pótkocsi, azt én összekapom. A te pótkocsid az belre van, lehagytad te is? Nem hagytam. Jó van, oké. Okay. Akkor ez is megvan, ez nagyon jó. Ezt csak javítani kell, ugye? Javítani kell, igen. Én is felszerem ezt a pótot. Na jó, ez egyébként megoldottuk.
Annyira nem volt rossz, mint amennyire látszott. Javítani akarod? Mert én is tudom, hogyha esetleg. Megjavítasz? Valami hasznom legyen, hallod? Mindjárt közelebb megyek egyel. Mert nekem mindjárt tankolnom kell, mert van bennem 30 liter. Az úgy erős. Ó, négy darab portkerék kell rá. Négy darab portkerék kell, ezen nincsen. Az a... bajos, mert nálam három van. Az akkor az tényleg bajos lesz. Akkor figyelj, akkor ezt el kell vinnünk mindenképp. El kell vinnünk majd. Várja, hol van még egy küldetés? Még van egy nekünk, ugye, amelyik fut. Igen, az itt van alattunk. De azt olyan helyre visszük, ahol van... trailer shop. Akkor figyelj, ezt el kell vinnünk vagy magunkkal. Lesz. Nagyon remélem, figyelj, hogy ez nem kell. Igazából akkor tök mindegy. Hagyd is, magam után kötöm. Magam után kötöm, aztán akkor húzom magammal, jó? Aztán akkor megyünk, megcsináljuk azt a másikat is. De akkor azt is el kéne vinni. Hát igen. Már túl sok. De várja, a pót, ja, a kettő pót van még. Jaj. Jó, hát ezt itt rohadt meg akkor az egyik pót. Meg kell tankolnunk, aztán meg itt hagyjuk azt. Nem? Akár. Az én kis pótomból kikapjuk az üzemanyagot. Egy valami jel ezek a tátrából, hogy csipol, mikor tolatok. Ez feelinges volt. Ja, don't a sziába tankolom meg. Oké, akkor jó. Megyek ám odébb. Akkor ez itt marad. Kéne egy jelölni. Csak azt... azt föl kéne vennünk. Vagy ezt fölvetted? És hol van az a... Ez fut ez a küldi. Lost in the Rocks. Nem úgy, hanem rajta... Ja, rajtad is van. Ja, arra gondoltam. Rajtam van, igen. Ó, de jó. Ugye elindítom én is ezt a küldetést, mert nekem tök más van beállítva. Tudjam, hogy hova kell vinni. Lehet átmennék itt a fák között, vagy az udvaron a másik útra. Másik útra, a szélesre, ja, oké. Rendítsük, és akkor majd a végig széles úton még tudunk menni. Nagyon jó, oké. Hol tudunk átmenni? Ki tudjuk vinni a kerítést? Reméljük. De felekeveredünk, akkor végünk van. Hát, itt van egy izé. Dudály. Dudályat? Aha, van, hogy a Dudály is kiviszi a kerítést. Hát tényleg. Az a baj, elakadtak a szarbíva, hallod. Nem hiszem el. Ki kell szednem azt a nivánt, pillanat. Arra megyek, csak nagyon nincs hely. Erre tudom meghúzni, pillanat, az elejével meghúzom. A fene essen bele abba a nivába. Azt jó sikerült. De miért? Na. Így kihúzol ide.
Persze. Ezért javítottam meg, komolyan mondom. Őrület. Oké. Oké. Hát... Ha itt elférünk, az ügyes lesz. Tök föld vagy mi van itt, hallod? Jaja. Oké. Ó, basszik, leállítottam a botrot. Basszus, átjutottam, hallod? Ez egy izé volt, ez egy frusztráló volt a hely. Hogy itt a tök földön kellett átjönni. Motor melegítés, megint. Ja tényleg, neked kell. De ugye ez is tök autentikus. Mondjuk azért a járó motort megállítani. Járó motort újra melegíteni, már nem annyira, igen, de... Én egyébként felraktam erre egy súlyt. Az elejére a legnagyobbat, 2,5 tonnát, lehet, hogy használ. Uha, jössz nagyon. Meg is tiszom a teámat közben. Tököket szét ne tipold, kasszus, durognak szét a tököt. Van rá achievement. Van rá achievement? 500 tököt fég, ezért össze kell tipolni. Ez igen. Dura, meg tökök, minden van itt. Nagyszerű. Jó, megindultam már, nem kis pályázat. Na, azon a szélén, ott van a nagy döde. Ja. Tényleg, oké. Kíváncsi voltam, hogy figyelsz-e. Hát én megjegyeztem. Tászló úgy belefejelt. Nagyszerű. Jó, visszük mind a kettő gépet, ugye az egyiket akkor be kell javítanunk. A másik, meg akkor meg is lesz a küldetés, gondolom. Hogyha le kell addig csak. Szuper. Jaj, de jó. Ez egyen, nem tudom, én ezt nehezebbnek érzem. Jobban elfáradok ebbe, mint az előzőbe. Mondjuk ezelőtt meg te voltál a tátrával szíváson. Nem, hát nem volt annyira szívás, csak az eleje nehéz volt. Tudod, ott a szűk izénél. De az igazából bármilyenképpen nehéz, mert most... Vagy az eleje, az óra akadt meg, vagy a daru. De ez két olyan tény, amit nem tudok kikapcsolni, mert járművel jár. Igen. Jó, ez tök jó, hogy összeszedtük ezt a kettőt. Csak pont hiányzott egy... Majd kell keresnünk olyan pótot, amin kerekek vannak, mert ezeket nem tudjuk normálisan csinálni. Hát ennek veseköverebb lesz ennek a csávónak ebben a traktorban, az biztos. Hát abban nem. Szuper! Jó. És akkor azt mondod, hogy itt van olyan, ahol tudunk menni trélereket, és akkor meg tudjuk javítani majd a... Állítólag van, viszont most nem emlékszek, hogy küldetés kell, hogy megnyisd, vagy már alapból is van. Hát figyelj, igazából mindegy, mert így is úgy is el kell rángatnunk ezt a nivát, ami nálam van ugye. A garázsig. Viszont amúgy gyanítom, hogy itt még nincs. Mert elég építkezés. Oké. Okay. Ezt neked kell oda vinned, a tiéd az, ugye? Igen. Le tudod te adni? Le, ugye? Persze, le. Oké. Okay. Azt vagy leszinkronizálja, vagy nem. Okidoki. Hát ez jó volt. Azt nézem, esetleg nincsen olyan, amit fel tudunk venni útközben, nincs. De viszont az aszfaltos útra itt ki tudunk menni. A másik kapun közvetlenül, és akkor mehetünk a garázshoz, végig aszfalton. Úgyhogy az viszont jó.
És akkor meg is van ez a három darab mentés. Oda kell fölállnod? Aha. Az úgy jó. Nehogy egyszerű legyen, mi? Nem tudom, mit kezdenek azzal a járművel. Wow! Wow! Úgy ezt kell elvinni oda, haza. De jó. Micsoda? Nem ezt kell hazavinni. Azt kell hazavinni? Ja. És akkor ez ami nálam van? Pótkerék. Nem lenne elég pótkerékünk. És ezt hova kell utána vinni? Ezt csak meg kell vittani. Jajjó. Nagyon remélem. De úgy rémlik, hogy ezt csak meg kell vittani. Érdekes, nekem írta, hogy kész a küldetés. Amikor oda fölálltál. Neked nem? Igen, azt írja. Jajjó. Hát én néha elvesztem a fonalat, komolyan mondom még. Ajaj, várjál. Bocsánat. Na, még jobban összetöröm. Átmegyek rajta. Ja, tényleg. Kellett volna a darugaszt fölpakolni valahova. Na, kell nekem difizár, itt egy kicsit nagyon sár. Jó, viszont itt végig aszfalton, hál' Isten, hogyha ebben kijutó. Te is ilyen lóba? Kapcsolsz ilyenkor? Aha. Ugye legyen diffim. Brutál mi ez a sár itt, úristen. Ehhez képest Michigan akkor egy egyel könnyebb lenne, ugye? Hát nem egyel. Nem egyel. Akkor jó. Akkor meg vagyok nyugodva. Én valahogy nem élem meg egyébként olyan nagyon nehéznek. Bár én nem vagyok az, aki ilyen nagyon gyorsan akar elérni progresszt, hanem élvezem, vagy nem tudom. Nem érzem, hogy olyan nagyon nehéz lenne. Hát mert még tulajdonképpen árut nem szállítottunk. Ja, igaz. Ja, azok lehet, hogy ilyen nagyobb méretű áruk lesznek? Hát van ilyen... Van ugye specifikus pót is, ami ilyen nagyon nagy. De például, hogyha fát viszünk, padeszkát, uh-huh. Ugye a fa az könnyű, tehát a fával nem lesz probléma. Uh-huh. Viszont ha majd fáról váltunk vasra vagy betonra, aha, akkor meg fogjuk érezni, hogy hát itt simán átmentem fával. Igen. Az lehet, csak ugye jobban meg is ül az autó, és hát máshogy is hatnak a dolgok. Na kíváncsi leszek rá. Hát akkor oda elővesszük a nagy ágyukat, nem? Kirót, Steigert. Azt hiszem a kiróra lehet rakni talán nyerget. Nem figyelj, ezekkel a gépekkel, vagy egy, mi az, krazzl is meg lehetne csinálni. Aha. Csak úgy lényegesen változna, tudod. Uh-huh. De olyat lehet, hogy mit tudom, egyikünk meg van pakolva. Ugye krazz, pótkocsi, izé. A másik meg húzza. A másik meg húzza. Aha. Itt egy tábla orosz felirattal. Oroszországba? Aha. Igen. Megesett. Ne esser az eső, ne esser az eső. Az-e? Hallod, egyszer nem esett az eső most. Bemákoltuk. Aha. Hé! Ez egy cirkuszos kocsiddal. Jaj. Hát már pót volt. Ja, itt még van egy. Igen, még van egy. Hát ilyen hosszú ez az egész. Az az autó, ez egy kicsit nem jó állapotban van szerintem. Azon, hogy mit akarnak kezdeni? Ó, majd eladod. Hát ezt vasba maximum.
Apám, soha nem érünk haza. Ugye már hány gyerek? Már látszik a garázs. Nézem, a belső nézetben van-e valami fordulatszámmérőm, de szerintem már jövően van. Üveghangon húzhatom az MTV-t. Na, ezeken a betonlapokon megnézem belső nézetbe. Jaj, de jó, megjöttünk. Tennyire még nem örültem itt ennek. Hosszú túra volt. De jó volt. Igen. Azt a betyár. Oké. Kettő. Három. Mindjárt hozok egy harmadikat. Ugye én meg izé, nem tudom, ezt meg kell tankolni vagy, mert azt is írja. De elképzelhető, nem? Lehetséges, nem tudom. Indul a motor. Ja, tényleg. Izzítás. Na? Hm? Mi baja? Van még? Nézem. Már megint egy liter benzin hiányzik belőle. Úgy, pár liter benzin, igen. Pillanat. Ő szerintem ebben már nincs üzemanyagom, ugye? Szerintem abban nem is volt. Ez szerintem csak javítós. Ja tényleg, ez csak javítós. Tankod meg az MTZ-ből. Ja, igen. Igen, hogyha lenne benne, pillanat. Megoldom. Beugratok aztán. Jövök ki újra. Nálad úgy... ja, nem is ugyanúgy jelzi nálunk, mi? Igen, hát ugye van, hogy a szinkron elmegy a küldiknél. Ezért kell neked befejezni mindig. Per 42 liter. Az jó. Szerintem a javítás sincsen maxon, mindjárt megnézem. Nálad maxon mutatja a javítást? Nálam igen. Hát, hogy nem figyeltem a darab is. Meg kell volna néznem. Azta. Akkor a fordulóköre van ennek az MTZ-nek. Menjünk már, menjünk már! Drúg az aszfalton, mint az őrül. Hát igen. Na. Halleluja! Oké, ez megvolna.
Akkor az, és azzal mi van a másikkal? Azzal be kell állnod a garázsba. Igen? Ez jó. Így betolta oda, hogy jó helyen legyen. Aha. Ó, a franc is jön bele. Az igen. Tökéletes, jó. Akkor ez meg mehet a vadásra. Igen. Ó, de jó. Hát ez egy csodálatos jármű volt. 15 ezeret ér, hát. Szuper. Jó van, oké. Akkor megoldottuk ezeket a dolgokat. Ami azért egy kicsit már a végére nem volt egyszerű. Voltak bajok. Voltak bajok, igen. Jó, oké. Akkor várunk benneteket a következő résszel. Egész jó maradunk. Mit csináljunk? Következő részben megpróbálunk egy főküldetést? Esetleg mit javasolsz? Hát mindjárt megnézem. Egyébként ott egy elakadt truck még. Van még elakadt jármű még bőven, nem? Igen, hát egy. Kettő. Igen, meg ja, aha. Három. Hát akkor lehet, hogy azt megcsináljuk legközelebb. Igen, és utána főküldészetünk. Oké. Na. Hogy legyen izé trailer sztori itt középen. Oké. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vagyis köszönjük, és köszönjük Bencének is. Nincs mit, igazán nincs mit. Én köszönöm, hogy itt lettem. Csá, sziasztok. Sziasztok.